Kutya melegben is dolgoznak a rendőrkutyák. Jáva éppen az úgynevezett csibészelést gyakorolja. Ennek a belga juhásznak a kábítószer keresése feladata. Egy februári ellenőrzéskor is ő találta meg a drogot egy kocsiban. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságon 8 négylábú segíti a munkát. Kábítószerkeresők, szagazonosítók és nyomkövetők. Boszkó, a német juhász is ilyen. Képességeit országos versenyeken is elismerték. 2012-ben volt Dunaköszin egy országos verseny. Ott nyomkövetésben első helyezett lett a kutya, és idén volt egy másik verseny, ugyanúgy Dunakeszin, most pedig második helyezést ért el. Boszkó 8 hetes kora óta van Balogh Sándornál, nála is lakik. Minden nap foglalkozik vele, a kánikulában inkább reggel és este. Dolgoznia azonban a nagy melegben is kell. Kérem! Mivel a nyomkövető kutya vagy személyt keres, és a személy a nyom végén ad neki utalmat, vagy pedig egy tárgyat, a labdáját keresi a nyomon. Ezt variálni szokták, ezt a kiképzési módszert. Boszkó legutóbb pár hete volt éles bevetésen. Egy olyan 2-3 hete körülbelül akkor volt az utolsó nyomkövetése, akkor elment addig, ahol vélhetően gépjárműbe szálltak az elkövetők. Tehát a mai modern világban azért itt Győr környékén többen jellemző az, hogy gépkocsival közlekednek. A rendőrkapitányságon német juhászok, belga juhászok, labradorok és ez a spániel teljesít szolgálatot. Ő is kábítószert keres. Vezetőik azt mondják, ezek az állatok nem olyanok, mint a tévésorozatokból megismert társaik. Náluk ugyanis nem a küllem, hanem a képességek számítanak.